Kopjafalvatással, református áhítattal, harangszóval és közös imával emlékeztek a Nemzeti Összetartozás napjára Füleken. Nem maradt kulturális rendezvények nélkül Fülek. Augusztusban kulturális napok. Könyv a tájról és a tájban élő emberről. Fotókönyvet mutattak be Füleken. Az összetartozás jegyében Magyarország feldarabolásának évfordulóján Füleken kopjafalvatással, református áhítattal, harangszóval és közös imával emlékeztek. És kifeledné, hogy erdélyi sírokon tűnt a dicsőség nem múló egébe. Mi egész esztendőt tulajdonképpen a nemzeti összetartozás évében annak szenteltük, hogy emlékjeleket újítsunk fel, emlékjeleket hagyjunk. Az egyik ilyen emlékjel az lesz, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően megújul az udvarunkban lévő kis játszópark. A héten több brigádot is tartottunk, csinosítottuk az udvart, illetve felújítottuk a régi kopjafákat. Az egyik az összetartozás jegyében a millennium évében készült, a másikat pedig a várostól kaptuk ajándékba, és én azt hiszem, hogy az udvarunkon méltó helyet foglal. Reméljük, hogy ez az esztendő méltó lesz ahhoz, hogy az anyaország segítő kezének egy kicsikét mi is megszoríthatjuk, és jelezzük, hogy összetartozunk. Minden igaz, magyar ember, minden igaz, magyar ember. Az összetartozást mi sem jelképezi jobban, mint hogy magyarországi vendégek is érkeztek a megemlékezésre, mutatva azt, hogy a határok sem választhatják szét a magyarságot. Idefelé jövet végig a Kossuth Rádiót hallgattam, és ugye ott is az összetartozás napjáról volt szó, és nem bírtam megállni, hogy ne könyvbelábat szemmel vezessek. Nagyon megérint engem az, hogy itt lehetek, ugye itt laktam 3 évig. Ez az otthonom már vált, ahogy kanyarognak a nógrádi dombok közt az utak, az olyan, mintha otthon lennék. Nem is lehetnék most jobb helyen, mint itt Füleken. Az emlékprogram a Füleki Református templomban folytatódott, ahol Miklós István református lelkész osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Egy szégyenletes, gyalázatos és igazságtalan béke diktátumra emlékezünk ezen a mai napon. A Csemadok Füleki Alapszervezete az összetartozás jegyében több felhíváshoz is csatlakozott. A Rákóczi Szövetség felhívására reagálva a vezetőség tagjai elhelyezték üzeneteiket a virtuális időkapszulában. Csatlakoztak az Egy mi atyánk a magyarokért elnevezésű imalánchoz. Nemzeti színű szalagokat tűztek a református templom kerítésére, és a napzáró akkordjaként fellobbant az összetartozás tüze. Mindez az előfutára volt az őszre tervezett nagyszabású járási ünnepségnek. A Csemadok nógrádi területi választmánya és alapszervezete is szeretnének hozzájárulni a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójának a méltó megemlékezéséhez. Ezzel kapcsolatosan elindult most a napokban egy felhívás, ugyanis mi szeretnénk egy járási ünnepséget ezzel kapcsolatosan rendezni október 4-én, ahol is emléktáblát és emlékművet szeretnénk felállítani az évforduló tiszteletére. Miután közadakozásból kívánjuk az emlékművet felállítani, nagyon reméljük, hogy a nógrádiak összefogásával ez is sikerülni fog. A Csemadok rendezvénysorozata június 4-ével vette kezdetét, a kicsúcsosodása pedig október 4-én Fülekpüspökiben várható. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod! Bár a koronavírus járvány rengeteg bizonytalanságot eredményezett a kulturális rendezvények terén, a Füleki Városi Művelődési Központ és a városvezetés úgy döntött, az év legnagyobb kulturális eseményét, a palócnapokat és városnapokat más és szerényebb formában, de megtartják. Nagyon kétséges volt a rendezvények sorsa, a kulturális rendezvények sorsa, ugye márciustól, és a nyári rendezvények is veszélyben voltak, de nagyon sokáig dolgoztunk ezen, hogy lehetne valamit megmenteni, és vártuk a lehetőséget, hogy feljebb emeljék a nézőszámot. Amikor kiderült, hogy 1000 nézőig meg tudjuk oldani a rendezvényeket, akkor mindenképpen amellett döntöttünk, hogy legyen kultúra. Mivel az idei lett volna a palócnapok 30. évfolyama, szerették volna méltó módon megünnepelni. Ezért úgy döntöttek, hogy a kerek jubileumot jövőre tartják. Így az évforduló jegyében színvonalas rendezvényt tudnak kínálni a nagy közönségnek.
Idén viszont, hogy ne maradjon kultúra nélkül a város apraja nagyja, kulturális napok néven kicsit visszafogottabban, de megtartják a 4 napos programot. Mivel ez az 1000 fős létszám azért megköt minket, ezért a nagyobb koncerteket nem rendezzük meg. Csütörtöki napon, 13-án viszont megrendezzük az Ismerjetek meg minket programot, ami minden évben szokott lenni, ahol helyi roma tehetségek is fellépnek, de lesz egy Igor Kmetya koncert is. Pénteken aztán egy folklór műsorral készülünk, Palóc Folkfest címmel. Ebben fellép a helyi Rakonca és Kisrakonca néptánc együttesek, a Jánosik néptánc együttes, a Dobroda és a Gyatyalinka zenekar kíséretében, és vendégként pedig fellép a Magyar Állami Népi Együttes egy órás műsorral. Ezt a napot a Cimbali Band és Danics Dóra koncertjével zárjuk. Augusztus 15-én délelőtt megvalósul a hagyományos családi délelőtt, melynek keretében a legkisebbek számára kínálnak gazdag programot. A füleki mesefigurák bábcsoporton kívül fellépnek a Vagabanda gólyalábasok, a szlovák előadást pedig az Aktóres Rozsnyói Városi Színház biztosítja. Kísérő programként lesznek kézműves foglalkozások, fajátékok, kézzelhajtott körhinta, gyermekíjászat és sok más szórakoztató program. A napot a Mágnás Miska című élőzenével kísért nagy operett zárja. Augusztus 16-án vasárnap délelőtt nem marad el a hagyományos ünnepi körmenet, délután pedig a futballrajongók szurkolhatnak majd a hazai FTC Fülek csapatának. De idén is lesz Strongman erős emberek versenye. Kísérő rendezvényként megvalósul a nyitott pincék napja a Pincesoron, és a Füleki Vármúzeum is készül kiállítás megnyitóval. A kulturális napokat megelőzően a VMK júliusban még egy rendezvénnyel készül. A muzsikál az erdőnevet viselő, határon átnyúló együttműködés keretében 2 évente megvalósuló komoly és népzenei programot július 11-ére tervezik. A Nógrádi táj geológiai, természeti, kulturális és történelmi értékeit mutatja be a Nógrád élő öröksége című fotókönyv, melynek ünnepies keresztelőjére június 16-án a Füleki Városi Művelődési Központban került sor. A könyv létrejött szlovák-magyar együttműködés eredménye. Fülekváros, mint az Interreg projekt vezető partnere, Sátorosbánya községgel együttműködve ismertette a fotókönyvet, mely több mint 80 oldalon, mintegy 100 csodaszép színes fotóval illusztrálja a környék nevezetességeit és a természet szépségét. A Nógrád élő öröksége című kötetet egy Interreg pályázatból sikerült kiadnunk további 3 partnerrel. A fő kiadója ennek a kötetnek valójában Sátorosbánya község volt, a további projektpartnerek pedig Fülek önkormányzata, Balatonterenye önkormányzat és a Bükki Nemzeti Park. Összefogtunk, hogy kiadjunk egy művészi életettségű fotókönyvet, amelyben a régió 16 fotósa adott be képeket. Olyan fotósokról van szó, akik nagyon jól ismerik a terepet Fülektől Salgótarjánon át egész le Balatonterenyéig. Látni ezeken a képeken, hogy nagy szeretettel készültek, hogy ismerik a megfelelő momentumot, hogy mikor kell elkattintani a gépet egy-egy helyszínen, legyen az egy középkori vár, egy kastély, vagy éppen egy geológiai látványosság, egy virág, egy gomba, egy madarka az erdőben. Az új kiadványt a Bükki Nemzeti Park kötetei inspirálták. Azt a vidéket mutatja be, amit bár a határ elválaszt, de geológiailag, geomorfológiailag az élő és élettelen természet egyéb jelenségeit tekintve nagyon egységes. Erről szól a határon átnyúló geopark is. A szerkesztők igyekeztek nagyon változatos és szép fotóanyagot kiválasztani. Engem bíztak meg a fotókönyv fotóinak az összeválogatásával, és ezzel párhuzamosan magának a könyvnek a szerkezetének a kialakításában is részt vettem, és természetesen folyamatosan végig a fotósok megkeresésében és a fényképek kiválogatásában. Ez a könyv jó bizonyítéka annak, hogy ez a táj kis területen nagyon nagy változatosságot rejt. És ugye ez a változatosság pedig lehetővé teszi, hogy viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy táji természeti, tájesztétikai élményt szerezzenek az ideérkező látogatók. Tehát tulajdonképpen egy nagyon impozáns, nagyon szép, nagyon változatos domborzatú és változatos élővilágú vidékre jönnek, ami nagyon sok élményt rejteget a számukra. Azt reméljük ettől a kötettől, hogy nem csak az itt élőknek mutatja meg a táj szépségét és szereteti meg velük még jobban a szülőföldjüket, hanem az ideérkező látogatóknak is még jobban prezentálni tudja egységében a nógrádi kulturális és természeti örökséget ez a kötet.
A kötet egyelőre 1000 példányban jelent meg, viszont az első darabok nem kerülnek forgalomba. A 4 projektpartner turisztikai információs irodáiban, illetve idegenforgalmi rendezvényein lehet megtekinteni. Kopjafalvatással, református áhítattal, harangszóval és közös imával emlékeztek a Nemzeti Összetartozás napjára Füleken. Nem maradt kulturális rendezvények nélkül Fülek. Augusztusban kulturális napok. Könyv a tájról és a tájban élő emberről, fotókönyvet mutattak be Füleken.